A Mévirág Központ és Anyamenedék fél éve működik Egerben. Olyan édesanyákat támogatnak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Az EGRI Közösségi Alapítvány pályázatán azért indultak el, hogy a szülésen túljutott anyáknak segítséget nyújtsanak. Napjainkban azért az jellemző, hogy az édesanyák a szülés után egyedül maradnak, sok esetben szülés utáni depresszió vagy nehezebb helyzetbe kerülhetnek, és ezt elkerülendő mi olyan programokat szerveznénk, illetve olyan szakembereink vannak, önkénteseink a szervezeten belül, akikkel szeretnénk őket támogatni és segíteni, átsegíteni ezen a helyzeten. Az anyamenedék pályázati ötletét felkarolta az EGRI Közösségi Alapítvány, amely idén ezzel együtt még két projekt támogat. Rakusz Márta, kuratóriumi elnök elmondta, hogy a szervezetnek minden helyi kezdeményezés fontos, és a szerény költségvetésükből igyekeznek olyan csoportokat patronálni, amelyek a közösségért dolgoznak. Azért hoztuk létre ezt a támogatási programunkat, mert azt gondoljuk, hogy minden olyan ügy, helyi kezdeményezés fontos Egerben, amit ténylegesen helyi közösségek indítanak el. És mi nem egy-egy ilyen jól körülhatárolt célt támogatunk az alapítványunkkal, hanem nekünk Eger, mint város, mint az egriek közössége a célcsoportunk, ha úgy tetszik, és minden helyből jövő kezdeményezést fontosnak tartunk, és nyilván lehetőségeinkhez mérten támogatunk. Az alapítvány idei második díjazottja a SAM elnevezésű egyetemi csoport, akik önkéntesként több helyen is tevékenykednek. A pályázatukkal ezúttal a helyi állatmenhelynek kívánnak segíteni. A harmadik győztes csoport immár második éve folytat közösségi régészeti expedíciót az Egedhegyen. Egy régen itt állt kápolna történetét kutatják, és az alapítványtól származó támogatásból az egykori épület tárgyainak szeretnének kiállítást szervezni.